Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Remélem, hogy jól vagytok. Kívánom is, hogy minden jól alakuljon, hogy szerencsétek legyen. Itt Mallorca szigetén az időjárás játszadozik velünk. Március elején havazott, ami itt különleges, mert itt nem szokott havazni. A hegyekben 3 méteres hó volt. Sőt, akik itt élnek, vagy itt születtek, azok kirándulásokat terveztek, hiszen bámulták ezt a havazást, ők ezt nem ismerik. És most nyár van, hőség van, és süt a nap. Persze örülök neki, hogy jó idő van a hosszú tél után. De ez is olyan különleges, hogy így hirtelen megváltozott az időjárás. Amiről beszámolni szeretnék ezen a felvételen, az a portál kapuk nyitása. Ez mit jelent? A mi naprendszerünk mozog. Van egy ilyen központi nap. És amikor a Földünk e fele tekint, a központi nap felé, akkor van egy ilyen finom energia mező. Itt kinyílik egy kapu, egy lehetőség. Ez jó, amikor gyógyító erőről van szó, vagy egy spirituális területről erősíti a hitünket is. Ezeket a napokat a maják számolták ki, hiszen mindez a maja kalendáriumból jön. És a majáknál minden nap van egy ilyen szimbólum. Ezen a napon, március 13-án, amikor kinyílik ez a kapu, jaguár vagy a varázsló uralkodik. És ez jelenti a bölcsességet, jelenti a lehetőségeket, utal egy új kezdetre, utal változásokra. Itt megvan ez a mágikus vonzalom is, ami kihat a szerelmi élet területére. Ezen a napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. Erre a szertartásra jelentkezhettek e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Ez a szertartás segít abban, hogy meglegyen a tudás, meglegyen ez a bölcsesség, vagy lehetőség még valamit tanulni, hogy legyen egy új kezdet, hogy legyen egy új irány, és hogy ez a változás, ez jó legyen számodra, hogy jó okos döntéseket tudj hozni. Azt is jelenti, hogy legyen meg ez a varázslatos kisugárzás, ez a vonzalom kettőtök között. Örülök, ha van érdeklődés, örülök, ha részt vettek ezen a szertartáson. És én kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderám!